ahhoz kell a plusz energia. És miért kell ezt csinálni? Tehát miért kell azt csinálni, hogy tanuljunk? Mert van benned egy olyan lélek, amelynek csak egyetlen egy célja van. Ugyanis a léleknek nincs az a célja, hogy tele legyen a hasad. Nincs. Vagy hogy mondjuk olyan dolgokat fogyasztva, mit tudom én, ilyen bódult állapotba kerül. Nincs ilyen célja. Nincs az a célja, hogy élvezkedj. Érted? Hogy minél többet élvezd bizonyos dolgokat. Nincs. Ugyanis a léleknek nem számít a hideg, nem számít a meleg. És ez relatív értelemben is, értheted? Tehát milyen értelemben? A relatív, ugye hideg, az a mínusz, mit tudom én, 200 akárhány fok. A léleknek az semmi. Nem számít. Vagy megnézed a abszolút meleget, ugye mondjuk a napot, nem számít az ilyen hőmérséklet. Tehát a lélek nem éhes, nem szomjas, nem kell neki levegő, nem kell neki légkör, érted? Simán el van akár a vákumban, légüres térben, a világegyetemben, érted? A közlekedési szempontból egyik pillanatban a világegyetem egyik részén, a másik és a másik részén tud lenni. Hát hogyha nyilván ezt megteheti. Tehát a lélek az egy olyan dolog, hogy bármire képes. Ha van elég tudása, akkor arra is képes, hogy anyagot teremtsen, mitől mint fogja egy pár lélek, összeáll és létrehoznak egy bolygót. Vagy egy csillagot. Vagy egy naprendszert, érted? Jó, nem pitty-putty. Földi értelemben az véve az sok évezred, tíz évezred, sőt, mondjuk úgy kezdődik, hogy évmilliók. De odafön nincs idő. Oké? Szóval lényeg az, hogy most gondold végig, ha bármire képes a lélek, akkor csak egyetlen egy célja lehet a léleknek. Aki bármire képes, annak csak egyetlen célja van. A fejlődés, semmi más. És mit jelent a fejlődés? Azt jelenti, hogy tudást gyarapítani. Tehát gyarapodjon a tudása. A világegyetemben mérhetetlen tudás van. A mi földi tudásunk az elenyésző ahhoz képest, ami a világegyetemben van tudás. Bár a Földön a múltban több tudás volt, mint most van jelenleg. Tehát itt éltek olyan emberiségek, amely sokkal több tudással rendelkeztek, mint amivel mi rendelkezünk. És nem csak emberiségek éltek több tudással, hanem népcsoportok éltek jóval több tudással, mint ma bármely nép, ami a bolygón él. És nem is olyan régen is éltek olyan népek, amelyeknek sokkal több tudásuk volt. Hova lettek? Már nincsenek a Földön régen. Nem kihaltak. Bár a történelemben ugye ezt tanulhattad, hogy kihaltak. Nem kihaltak. Távoztak a Földről. Mert a Föld az egy átmenet a fejletlen tudás és a fejlett tudás között. Tehát a Földön szerzik meg a lelkek, nyilván nem az összes lélek a világegyetemben, de jelentős lélekszámban a Földön szerzik meg azt a tudást, hogy a gyakorlatilag, hogy fejeztem ki az előbb magam? Milyen tudás? Ja, fejletlen, igen, köszönöm szépen, és fejlett tudás. Tehát, hogy a fejletlen tudásból eljusson a fejlett tudásig. És ez olyan, mint egy iskola. Tehát a Földön olyan, mint egy iskolába lennél,
de ahol nem arról tanítanak, amit nem fogsz használni, hanem arról tanítanak, ami az élet és az ember működéséhez kell. Ha mondjuk járnál egy olyan iskolába, ahol azt tanítják, ahol az élet és az ember működéséhez kell, mondjuk ilyenek lennének az általános iskolák, na akkor ahhoz lehetne hasonlítani a Földnek a működését. Tehát mi földi emberek azért vagyunk itt, hogy fejlesszük a lelkünknek a tudását. És ameddig nem fejlődik a lelkünknek a tudása arra a szintre, hogy képesek legyünk szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni, addig erről a bolygóról nem léphetünk tovább. Hanem mit csinálunk? Hát mindig ide inkarnálódunk. Tehát az azt jelenti, hogy meghalunk, bekerülünk egy létközi állapotba, az egy virtuális valóság, azért hasonlít mindenkinek, aki a halál után esetleg visszatért és beszámol arról, hogy mi volt a létközi állapotban, az egy virtuális valóság. És a virtuális valóságból ugye a virtuális valóság végén törlik a tudását, és az illető újból megszületik, illetve leszületik. Tehát nem ennyire egyszerű a dolog, nehogy azt higgyük, de röviden elmondva ezt jelenti. A múlt században egy újraszületés átlagosan 13 évente történt meg, azt jelenti, hogy a múlt század második felében. Most már ez gyorsabb. Tehát már nem kell a létközi állapotban 13 évet várni átlagosan, hogy egy ember újra szülessen. Illetve egy emberi lélek, inkább úgy mondanám. De rossz kifejezés az, hogy ember vagy emberi lélek, mert minden lélek, gyakorlatilag mondhatnánk, hogy az energia szerkezetében azonos. Egy különbség van a lelkek közt, erről már beszéltem, nem ma, a múltkor is, meg már többször is mostanában, hogy attól függ, hogy mekkora a térfogata magának a léleknek. Na most a térfogata attól függ, hogy mennyi tudása van egy léleknek. Minél több tudása van, annál nagyobb a térfogata. És ha egy lelket akartok elképzelni, akkor egy fényes gömbre gondoljatok, jó? De az emberi lélek az egy nagyon pici fényes gömb, az egy parányi, mondjuk egy ilyen borsószem nagyságú gömbre gondolj. Azzal születünk. És ugye egy kérdés van, vajon egy ember az évtizedek során, ahogy éli az életét, mennyi tudást szerez? Na most az nem növeli a léleknek a térfogatát, hogyha mondjuk megtanulsz autót szerelni. Oké? Az nem növeli. Vagy az sem növeli, ha például, mit tudom én, megtanulod, hogy hogyan műtsél meg embereket, mondjuk sebészként, az sem növeli. Oké? Hanem igazából olyan dolgok növelik a léleknek a térfogatát, amely azt eredményezi, hogy magát a tudásodat, tapasztalatodat tovább tudod adni. Tehát olyan tudásod van, amely révén az emberek többet fognak tudni. Érted? Tehát nem akarok leértékelni semmilyen szakmát, de az autó az egy anyag. Érted? A lélek
az autó nélkül is tudna közlekedni. Hát csak most nem tud, mert be van zárva a testbe. És nem, nincs meg a technológiája, hogy kilépjen belőle. A sebész az gyógyít ugye azáltal embereket, hogy mit tudom én, mondjuk megműt valakit, és beavatkozik valami szervrendellenes működésébe. De az illető nem betegedett volna meg, ha a lelke rendben lenne. Érted? Tehát azáltal, hogy valaki autószerelő, azáltal megjavít autókat, és örömet okozhat embereknek. De a tudását nem adta át. A sebész örömet okoz, hogy meggyógyít embereket, de azáltal a tudását nem adta át. Tehát az mit jelent? Hogy azáltal az autószerelő és a sebész, hogy végzi a munkáját, azáltal még nem lesz jobb azoknak az embereknek az életük. Érted? Tehát azáltal még nem lesz az, hogy kevesebbet fognak hibázni. Azáltal nem lesz az, hogy boldogabban fogják élni az életüket. Per pillanat örömöt éreznek majd, de semmi többet. Érted? Tehát az emberi élet arról szólna, hogy képes legyél egyre boldogabban élni az életedben. Mit jelent a boldogság? Az azt jelenti, hogy képes vagy arra, hogy a negatív történésekre, negatív eseményekre, emberekre teljesen érzelem nélkül reagálj. Magyarul ne reagálj. Érted? És értékeld, tehát a boldogság képessé tesz arra, hogy értékeld a jót. Érted? Mert ha megnézed, körülnézel, a rossz állapotú emberek még a jót se értékelik. Érted? Tehát ahhoz, hogy az ember képes legyen a jót értékelni, ahhoz nem lehet rossz állapotban. És ha az ember szépen halad a boldogság útján, akkor képes a jót értékelni. Érted? És úgy, hogy nem csak ideiglenesen értékeli, hanem tartósan értékeli. Érted? Tehát ha egy ember reagál a negatív emberekre, negatív történésekre, tehát reagál, a reagálás azt jelenti, hogy nem tudatosan, hogy is mondjam, nem tudatosan működik arra a dologra, vagy arra az emberre, érted? Hanem reagál, reakció. Érted? Tehát belülről fakadó ösztön. Ösztönösen működik arra, válaszol arra a külső információra. Tehát egy boldog ember képes arra, hogy elhatárolja magát a negatív történésektől azért, hogy ne befolyásolja őt. Érted? Mert egy negatív történés nem hiszem, hogy valaha bárkit is pozitívan befolyásolt volna. Oké? Tehát én még olyannal nem találkoztam, hogy egy negatív történés az bárkit pozitívan befolyásolja. És ha negatívan befolyásol valami, akkor mi fog történni? Hát nem, hogy boldog leszel, hanem éppen boldogtalan leszel tőle. Érted?
Tehát megnézel olyan embereket, akik magukba vannak fordulva, nem itt nálunk, hanem ugye kívül a való világban, ha megnézed őket, akkor ugye miért fordultak magukba? Tehát ugye látni rajtuk, hogy nem boldog, ugye ezt mondani se kell, hát azért fordultak magukba, mert magukra vettek és nagyon komolyan vettek minden olyan problémát, ami szembe jött velük. Világos ez? Ilyen egyszerű. De miért? Mert nem volt hozzájuk tudás. Tehát hozzá tudás, hogy azokat a problémákat ő kezelje. Érted? És ha megnézed, hogy az elmúlt 3 évben mennyi probléma volt, lehet, hogy azt tudná mondani az ember, hogy az elmúlt 3 évben, amit problémát okoztak az embereknek, az több volt, mint előtte mondjuk 15 éven keresztül. Érted? Nem? De inkább nem is 3 év ez, mert még csak a 3. vagyunk, mert ugye ez inkább alig több, mint 2 év. És ha az ember nem jól reagál a felé irányuló történésekre, negatív történésekre, akkor úgy jár az ember, mint ahogy a legtöbb ember járt, hogy ma sokkal rosszabb állapotúak az emberek átlagosan, mint mondjuk 2,5 évvel ezelőtt. Érted?